40 csomagnyi tartós élelmiszer. Ennyi gyűlt össze Katona Pál, földáki esperes plébános és a helyi család segítők közös adománygyűjtő akcióján. Az adományokat ma délelőtt adták át a földáki művelődési házban nehéz körülmények között élő 20 helyi nagycsaládnak. Én nagyon jó kapcsolatban vagyok, vagy voltam II. János pápával, aki boldoggá avattak, beszélgettem vele, aztán üzent Habsburg Ottótól nekem, tehát jó kapcsolatom van, és ő sokszor hangoztatta, hogy Isten a világ javait mindenkinek adta, és mindenkinek lenne belőle elég, hogyha az emberek jól osztanák el. Ez a tanítás indított engem arra, hogy itt Földákon is körülnézzek, hogy vannak olyan családok, akik rászorulnak a jobb módú családoknak a segítésére, és ezért meghirdettem, hogy tartós élelmiszerekkel szeretnénk megajándékozni 20 több gyermekes családot. A Családsegítő Intézettől elkértem 20 legszegényebb földeáki családnak a nevét, ezek átadták, meghirdettem, és akkor sorra hozták, van, aki pénzt hozott, van, aki aztán ilyen tartós élelmiszert hozott. Én örülök, hogy a falunak nagyon jelentős része belekapcsolódott ebbe a munkába, és segítik embertársaikat abba, hogy ne éhezzenek, hanem ő hozzájuk hasonlók életkörülmények között éljenek. Most alapvető dolog az én onnan indultam ki, hogy Isten a szövetséget köt minden emberrel. Sajnos az emberek, nem akarom csúnya szóval mondani, nem elég intelligensek ahhoz, hogy ezt a szövetséget érzékeljék. Ennek a szövetségnek az alapja a lelkiismeret. A lelkiismeretek mindenkinek van. Isten a lelkiismereten keresztül, mint szövetséges, mondja az embernek, hogy neki mi a feladata ebben a szövetségben. A szövetség két vagy több ember összefogása egy jó cél érdekében, hogy azt elérjék. Itt jelen esetben az ember és Isten szövetségében a Isten áldása földi életünkre, és a hívő embernek az örök boldogságok folytatása. Ilyen szövetség volt például Szűz Máriával, most volt nemrég az ünnepe, Gábor gyümölcsoltó boldogasszony, Gábor angyal által elmondta neki, hogy mit vár tőle Isten, és akkor Isten és Szűz Mária szövetségéből a legértékesebb gyümölcs, Jézus Krisztus született meg. Tehát most én így gondolkodom, hogy minden embernek szövetsége van Istennel, és a lelkiismeretek keresztül Isten két dolgot sugall az embernek, hogy szolgálja az Istent, vagy szeresse az Istent, és szeresse embertársait. Ha ezt a két dolgot mindenki komolyan venne és megcsinálná, akkor boldog Magyarország, boldog Európa, boldog emberiség lenne, megkapnánk Isten áldását, és akkor abba a boldogságba, amit Isten a szövetség gyümölcseként tervezett, abba mindenkinek része lenne. Az ajándékcsomagok átadása előtt a helyi gyermekhittancsoport tagjai kereszttel ellátott nyakláncot kaptak az esperestől, annak jeléül, hogy szövetségre léptek Istennel.